Volt egyszer, hol nem volt, a nagy vízen innen, a kis vízen túl, valahol a közepes víz környékén volt egy ország, Magyarország. A magyaroknak mindenük megvolt, csak még egy valamiük hiányzott, egy ősi hős, aki példaképük lehetne. Össze is ültek hát, hogy sej, megvitassák a problémát, de sehogyan sem jutottak dűlőre. Ám ekkor Anonymous, aki éppen a magyarok krónikáját írta, a saját könyvében érdekes adatra bukkant. Kiderült ugyanis, hogy a falu szélén álló jeltelen parcella igazi hős rejt maga alatt, mégpedig vértes szőlősi Samut, aki a magyar őshont annak idején Krisztus urunk előtt 10896-ban egymaga védelmezte meg a kalandozó neandervölgyiektől. Mondom, hogy elöntjük le, gyomja. Jó, ha nem jön himi-humja vagy a hadnagom a rendszer. Gyomja vagy a... Ó, vagy a só. Nosza, Samu sem tétlenkedett. Ravaszul megkínálta a neandervölgyeket a rét meget érő szép piros bogyókból, amit azok jó ízűen el is fogyasztottak. Ám de csak hamar kiderült a turpisság, mert a bogyókvíz mérgezettek voltak. Ezért a neandervölgyek utolsó erejükkel mamut általi halálra ítélték Samut. Hely, még Samu legrégebbi barátja, a Homo erectus sem tudott a segítségére sietni, mert éppen mással volt elfoglalva. Így temette be a csontokat az idő és felevés egyaránt. Hely, megörültek ám a magyarok, hogy ekkora hősre leltek? Nosza, ki is ásták a csontokat illő tisztelettel. Díszes sírba temették hát a magyarok Samut. Lőrinc barát mondta a szertartást, mindenki sírt, akinek volt szeme, még az öreg Vakbéla is, úgy a maga módján. A temetés után, amelyen a koporsót az egykori Homo erectus leszármazottai kísérték, Samu ősunokáit kitüntették, és egy őket megillető házba költöztették. Hát így lészen a magyaroknak hősük, és már mind igen megérültek vala, amikor Anonymous hely egy kisbetűs kiegészítést talált az írásban. Mert biz az írás kimondta, hogy sej, a neandervölgyiek távoli rokonaink voltak a neander ugornyelv rokonság révén, ugyanis hörk, aurk, morf, buá, és Windows szavaink kísértetiesen egyeztek. És így bizony Samu emberiség ellenes büntettet követett el. No, a magyarok sem voltak ám reftek. Azon minutumban kiásták Samu csontjait, majd a mezőn egy jeltelen parcellába temetvén, a csontokat leköpdösvén sírját lehugyozták. De még az emlékezetükből is kitörölték őt, és egész pereputját. No, össze is ültek megint a magyarok, bánkódván, hogy már megint nincsen hősük. Amikor is Anonymous rábukkant a legújabb genetikai kutatási eredményre, amely szerint a neandervölgyek mégsem a mi rokonaink. Ej, igyekeztek ám a magyarok kiköszörülni a csorbát, azon minutumban kiásták Samu csontjait, és sej díszes sírba temették. Leszármazottait pedig mindegy szálig rehabilitálták. Sej, örvendeztek ám a magyarok, hogy megint van hősük, de örömük nem tartott soká, mert Anonymous egy ősi fóliásban megint csak rábukkant valamire. Ekkor történt, hogy a magyarok fogták Anonymous-t, és ahányan voltak, annyi darabra tépték. Csontjait pedig egy jeltelen parcellába temették, azután mind elmentek szittyalottót játszani. Hát azóta tisztelik hősként a magyarok Samut, a legelső magyar. És azóta tudják a magyarok, hogyan kell a múltat végképp eltörölni.